Sziasztok, kedves barátaim! Folytatjunk a meditációs témát, és ma továbbra szeretnék beszélni határozottságról. Legy elhatározott, elszánt. Szaniscsajena jogtavja, joga nirbina csetasza. Sokszor, amikor valaki gyakorol, akkor az embernek elmehet a reménye, mert néha nagyon nehéz. És ez a niscsajena, szilárd elhatározottság, ez arról szól, hogy még akkor is folytatom, amikor reménytelenek tűnik a helyzet. Mikor úgy gondolom, hogy hát nem lehet folytatni, ezért nem lehet tovább, akkor is maradok, és reménytelen helyzetben van egy reményem, és elhatározottságom, hogy ezt fogok folytatni, és meggyőződésem. Utsahan niscsaya dhairyat tattat karma pravartanat. Ugye utsahan lelkes legyen az ember, elhatározott legyen az ember, és legyen meggyőződve ebben a folyamatban. Mert valójában igen, sokszor mi nem vagyunk képesek elérni meditációban eredményeket, de mivel mi meditálunk a mantrán, Hare Krishna mantrán, és ez a szó, Hare Krishna, vagy a neve, Istennek a neve nem különbözik maga Istentől, ezért még akkor is, amikor nekünk lehetetlen nem tűnik a meditáció, Isten ő tud rólunk, és ő fog segíteni. Erre elmesélek röviden egy bölcs történetet. Volt egy kis verép, aki az óceán parton tartotta tojásokat, és az óceán ellopta a tojásokat. A verép, mikor visszatért, látta, hogy nincsen sehol a tojások, és próbálta kérni óceántól, adjon vissza, de ő semmibe vette olyan kis madarot, nagy óceán. És akkor nagyon elhatározott volt a madár, és azt mondta, jó, akkor én ki fogok téged szárítani. És elkezdte csőrével egy cseppetként kivenni a partra vízet óceánból, és így próbálta kiszárítani. Hát tudjunk, hogy ez lehetetlen. Sokan elkezdtek szórakozni verébről, hogy milyen naív elszántsága van. Összejött sok ember, állatok, mindenki nevetett. De ezt észrevette egy nagy szent, Narada Muni, és ő nagyon együttérző volt, és meghatott őt, verébnek az elszántsága. Elment Garudahoz, a Visnunak a szállítója, és Narada Muni mondta, a te kisebb testvéredet, ott mindenki gúnyolódik rajta, segíts. És akkor elment Garuda, és mondta óceánnak, hogy most 3 perc alatt, hogyha nem adsz vissza a tojásokat, ki fogok téged szárítani, ismersz engem, én most úgy elkezdek csapkodni szárnyakkal, hogy 3 másodperc alatt kiszárítom téged, és akkor visszaadta a tojásokat az óceán. Szóval ugyanúgy Isten is, mikor látja, hogy mi elszántok vagyunk, és elhatározottok, még akkor is, hogyha reménytelen, fog segíteni. Utolsó, most jön a lényeg. De honnan jön ez a 2 tulajdonság? Elszántság és meggyőződés az intelligenciában. És az intelligenciának ezek a tulajdonságok, ez az olvasásnak, a szentírásoknak, olvasásának és a szentekkel, hiteles lelki emberekkel társulás eredményeként jön. Ezért, hogyha mi társuljunk, olvassunk, akkor intelligenciában megjelenik ez a 2 tulajdonság, és képesek leszünk meditálni. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok, hogyha hasznos volt számotokra információt, tegyétek lájkokat, és iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen, szép napot kívánok. Hare Krishna!